Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Mielőtt kinyitnám a Bibliát, elmesélném azt, hogy milyen érdekes dolog történt velem ma reggel. Úgy kis időre becsuktam a szemem, és megjelent előttem egy kép. Mint egy képes lap, pontosan úgy nézett ki. És ezen a képen bal oldalon volt egy ilyen fekvő virágcsokor, a jobb oldalon pedig egy nyitott ablak. Úgy nézett ki, mintha ez a virágcsokor repülne, és kinyílik az ablak, és a virágcsokor odaszáll az ablakhoz. Én ebben a pillanatban úgy éreztem, hogy ez az üzenet nem csak nekem szól, hanem nektek is. És mit jelenthet? Én úgy gondolom, a nyitott ablak jelenti a nyitottságot, és a virágcsokor közeledik, tehát lesz egy kellemes meglepetés, egy ajándék, vagy egy látogatás. Hogy érted te ennek az értelmét? Persze nyugodtan leírhatod a kommentárba. És most kinyitom a Bibliát, és megnézzük azt, hogy mi a jelenlegi üzenet. Az elmúlt időben volt egy kis húzavona, de megnyugszanak most az események. A napokban lesz egy ünnepség, és minden olyan jól fog alakulni. Valaki közeledni akar hozzád, keresi a társaságodat, és ezek az ünnepek, ez most egy jó alkalom erre. Van valaki a környezetedben, aki szomorú, sokat sír, és el fogja magyarázni majd azt, hogy miért. A napokban pihent ki magad, de ha ez az ünnepség elmúlt, akkor fontos döntéseket fogsz hozni. Az lesz
Majd fontos, hogy mit szeretnél elérni, és milyen úton kell, hogy járj. Lépéseket fogsz tenni, de figyelj oda arra, hogy ki tud segíteni neked. Valaki úgy érzi, hogy segítségre van szükséged. A napokban visszatekintesz a múltba. Az is lehet, hogy valaki gondol rád a múltból. Sőt, ez a személy szeretne visszatérni hozzád. Most nincs meg a lehetőség arra, hogy beszéljetek egymással, de ami a későbbieket illeti, lesz újra kapcsolat. Ha megvan a hited, a lelked felszabadul, a lelked örül ennek. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!